Nyárias időnk van, bár beköszöntött az ősz, szép jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt, a friss Barcsi krónikát látják. Továbbra is számítunk véleményükre, észrevételeikre és javaslataikra, mondom is elérhetőségeinket. SMS-t írhatnak, vagy akár hívhatnak is minket a 0670 639 102 7-es telefonszámon, de mondok egy e-mail címet is, ez pedig az info@barcsmedia.hu. Lássuk, hogy mivel foglalkozunk ezen a héten. Újra termel a Barcsi Malom, a gépeket és a patinás épület belsejét is korhű állapotban őrizte meg a tulajdonos cég. Idén jubileumi határfutás rajtol szombaton, az indulás verőcélről lesz, a befutókat Barcson köszöntik a megye egyik legrégebbi futóversenyén. Füvek csodái Barcson, a bükki füvesember közel 100 gyógynövényt ismer és használ, erről is kérdezhették őt az érdeklődők. Kiből lehet határvadász, mekkora a fizetés és milyen a kiképzés? Balaskó Anikó rendőralezredest faggattuk a részletekről. 12 éve síppal kezdődnek a falunapi programok Somogytarnócán, az ősznyitón is sokan mozogtak, de a táncos lábúaknak is bőven akadt program. Idén is ingyenes a HPV elleni védőoltás a diáklányoknak, a szülőket azonban arra kérik, hogy a szakemberektől tájékozódjanak, mert sok a félrevezető információ az interneten. Újra gabonátőről a Barcsi Malom. Az üzemet újraindító vállalkozás célja az volt, hogy korhű állapotban mutassa be a molnárok munkáját, a malom működését, és hogy helyben termesztett gabonából állítsa elő a környékbeliek lisztjét. 1911, ekkor készült el a patinás épület, amelyben a helyiek búzát őrölhettek a napi betevőhöz. A malomépület többször újraindult, ám néhány éve úgy tűnt, hogy végleg lakat kerül Barcs nevezetességére. Gazdasági hasznát soha nem vitatták. No, így fest ma az épület, amelyet egy helyi vállalkozás, István József cége virágoztatna újra fel. Működnek már a gépek, és a hely szellemesen változott. Tavaly határozták el, hogy a jó minőségű liszt gyártását újra kezdik, mégpedig a régi gyártósoron. Elsődleges cél volt az, hogy a muzeális jellegét megtartsuk a malomnak. Ez az épület, amiben most vagyunk, 1906-ban épült, és 1911-ben csatlakozott hozzá a malomrész. Eredetileg egyébként téglagyár volt, és 1911-től hosszú időn keresztül dolgozott, mint malom, és körülbelül egy jó 15 évvel ezelőtt állt le, most pedig újraindul. A többszintes épület minden szeglete tartogat újdonságot, a csövekben a gabona útja is jól nyomon követhető. A garatból a gabona az első szintre jut. Ez az első lépcső, ez az előkészítő üzem. Itt már a gépekbe bekerül a gabona, és majd látni fogjuk később, hogy innen megy tovább a többi folyamaton keresztül, egészen addig, amíg liszt nem lesz belőle. A gépek felújításáról annyit, hogy a molnárok szakmai tudása mindenképpen kellett ahhoz, hogy ezek az idős gépek újrainduljanak. Egy szinten följebb léptünk, itt történik a daraosztályozás, illetve a porszűrés. Itt is az a cél, hogy az oda nem illő dolgokat kiszűrjük majd a végtermékből. Majd a következő lépés lesz a szita, azután pedig már a végtermék, az igazi barcsi liszt. Kenyérliszt, fehérliszt és teljes kiörlésű is készül a malomban, ám fontos, hogy eddig csak helyi gabonát dolgoztak fel itt. A cél az, hogy a környék búzáját, gabonáját dolgozzák fel. Már az augusztus 20-i kenyér is az itt őrölt lisztből készült, ám a tervek szerint más pékségekhez is jut majd az összetevőből. Egyelőre zsákokban sorakozik a barcsi liszt, hiszen a nagy fogyasztókhoz kerül a most készülő termék. A tervek szerint azonban a következő lépcsőben
háztartási mennyiségben is beindulhat a csomagolás, ám erre egy keveset még várni kell. A cél nem kevesebb, mint hogy újra feléleszték a barcsiliszt forgalmát, és elterjeszték a köztudatban, hogy a helyi gazdálkodók terméke is versenyképes és kiváló minőség lehet a piacon. Megkapták a 7. évfolyamos leányok szülei a tájékoztató csomagot, a napokban pedig arról is dönteniük kell, hogy kérik-e gyermekük számára az ingyenes HPV elleni vakcinát. Az oltás iskolai kampány keretében történik, nem támogatott formában egyébként több 10 000 forintot kellene fizetni az oltóanyagért. Barcs térségében a diáklányok 80%-a kéri az oltást, legalábbis az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Így festenek az idei tájékoztatók, amelyeket a szülők kaptak a HPV, azaz humán papilloma vírus elleni oltásról. A diáklányok 7. ingyenesen kaphatják a vakcinát, ha szüleik ezt kérik a számukra. A HPV oltás a méhnyakrák kialakulásáért felelős vírustörzsekkel szemben védhet. A HPV oltást ugye 2014-es évben indult, mint iskolai kampányoltás keretében, ezáltal a 12. életévüket betöltött leányok, akik ugye a 7. osztályban járnak, ők jogosultak a térítésmentes vakcinára, illetőleg mondhatnám azt is, hogy 15 éves kort elért leányok is, ha 7. osztályosok. Tehát ugye mivel iskolai kampány, így osztályt oltunk. A korosztály azonban eltérhet, s ezzel együtt az oltóanyag is, hangsúlyozta Nyári Hédi. Aki valós korcsoportú, ő 2 oltásból alapimmunizálást fog kapni, ami azt jelenti, hogy október hónapban kapják az elsőt, és ugye 6 hónap múlva másodikat. Míg a 15 éves lányok a 3-szori oltás pont a koruk miatt, így javasolt, a kutatások kimutatták, az epidemiológiai kutatások, hogy a hatékonyság miatt ez így javallott. Ők úgy pedig úgy fogják kapni, hogy október-november, illetőleg ugyanúgy a következő ugye 6 hónapra az elsőhöz mérten, tehát április hónapban a 3-at. Egyébként pedig most szeptember 13-áig várjuk vissza a szülőktől a nyilatkozatokat. Természetesen az iskola orvosokhoz fog ez visszakerülni, illetve a védőnökhöz, és az ő felméréseik alapján történik osztályunk által az vakcina megrendelése. Részint az ingyenesség, másrészt pedig a méhnyakrákos megbetegedések szomorú statisztikái miatt sokan kérik a védőoltást. Évente több mint 1000 nő hal meg ugyanis Magyarországon méhnyakrákban, holott a betegség kialakulása megelőzhető. Tavaly 132 oltandó, tehát jogosult volt, abból 110 élt is az oltás lehetőségével. Úgy gondolom, hogy most is körülbelül az a 130-40 fő jogosult most is rendelkezésre fog állni. A diáklányok ingyenesen kapják az oltásokat, a szülőknek ezért nem kell fizetniük. Mégsem kéri mindenki. Igaz, a nemlegesen nyilatkozók száma alacsony. Azért hozták iskolai kampányoltás keretébe, azért vezették be, mivel ugye előre tolódott már a szexualitás is magába, és mivel tudjuk, hogy első körben és 99%-ban azért szexuális úton terjedő fertőző betegségről beszélünk. Így állapították meg, hogy ez a korcsoport ugye, hogy idejében meg védettséget szerezzen. Ez nagyon okos dolognak tartom, és ha esetleg a szülők meginognának, vagy nem elégséges a tájékoztatás, osztályunk részéről mi magunk is szívesen állunk a szülők rendelkezésére, bármi kérdésük van, mert azért számunkra is ismeretes, hogy sokan az internetről tájékozódnak. Nagyon sok tévhitek keringenek ugye a netről, sok butaságot lehet, laikusok írnak be, laikus nagyon meg tudja téveszteni. Én azt mondom, hogy szakemberhez forduljanak minden esetben. Azt, hogy miért jó igazán az oltás, nagyon jól tudjuk, mindenki által ismeretes, médiában is hangoztatott, és valós statisztikai adatokon alapul a dolog, hogy évente mindazonáltal, hogy ugye a méhnyakrák szűrésre jelentkeznek a hölgyek és elmennek, így is évente olyan 1000-1200 hölgy sajnos belehal ebbe a méhnyakrák betegségbe. A felnőtt nők, hova tovább a fiúk és a férfiak számára is elérhető már a HPV elleni védőoltás. A rendkívül drága oltóanyagot nekik azonban saját zsebből kell megvásárolniuk. Az oltóanyag ára attól is függ, hogy hány HPV vírustörzs ellen véd az adott vakcina.
Megkezdődött a határvadászok toborzása Somogy megyében is. Ezzel a témával folytatjuk most a műsorunkat. Vendégünk pedig Balaskó Anikó rendőr alezredes, a Somogy megyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálatának a vezetője. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Megkezdődött tehát ez a toborzás. Sokan nem tudják mégsem, még ma sem talán, hogy mit is jelent az, hogy határvadász. Kinek kínálnak most munkalehetőséget, hiszen erről van főként szó. Így van. Hát kezdjük talán az elejéről. Láthatóan a migrációs nyomás határainkon nem csökken, ami az egész országot érinti. Az Országos Rendőrfőkapitányság ezért pályázatot hirdett határvadászok részére, 3000 fő részére, akiket a készenléti rendőrség állományába kívánunk majd foglalkoztatni. A határvadász önmagában nem egy munkakör. Határvadásznak nevezzük, akik a magyar államhatár védelmében, a migrációs feladatok ellátásában egyébként feladatot végeznek. Ők rendőrök lesznek egyébként? Igen, egy idő után? Igen, rendőrök lesznek. Az egész pályázati felhívás lényege, hogy várunk minden olyan 18. életévét betöltött magyar állampolgárt, állandó belföldi lakhelye rendelkező személyt, büntetlen előéletűt, aki megfelel egyebekben az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek, és érettségivel rendelkezik, valamint a kifogástalan életvitel feltételeinek is meg fog felelni. Nyilván ettől még nem lesz valakiből rendőr, itt is meg kell tenni azokat a lépéseket, hogy a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezzen. Feltételezem, hogy ki kell őket képezni majd, és ez is része ennek az egész dolognak. Igen, ez így van. Az első két hónapban munkavállalóként kerülnek alkalmazásba a készenléti rendőrség állományába, 150 ezer forint bruttó, 150 ezer forint munkabérért. Az első két hónapban elvégeznek egy moduláris képzés első szakaszát, egy alapismereti vizsgát tesznek ezt követően, és ha sikeres ez az alapismereti vizsga, akkor 12 hónap próbaidő kikötésével a készenléti rendőrség állományába kerülnek őrjárőr társszak képesítéssel állományba, ahol is már 220.300 forint bruttó alapilletménnyel kerülnek kinevezésre. Természetesen a tanulást még folytatják, mert egy 4 hónapos képzés következik, és ezt követően megkezdhetik a határ mentén a szolgálatukat, de természetesen a teljes képzés az még ezt követően is fog tartani. Mire lehet számítani, aki most jelentkezik, ugye, hogyha azt mondjuk, hogy határok védelme, akkor mindenki azt gondolja, hogy na hát ez ilyen pasi munka lesz, és csak a férfiak mehetnek. Megvan ez az egyenjogúság, hogy jelentkezhetnek nők is? Természetesen férfiak és nők jelentkezését várjuk, amit az előbb említettem feltételeknek megfelel. Szeretettel várjuk sorainkba a hölgyeket is. Mit kell tudni magáról a kiképzésről? Itt mondtuk, hogy akkor lesz egy ilyen alapismereti képzés is. Ez mennyiben más, és ugye nyilván a különböző fokozatokban milyen tudást kell elsajátítani majd? Természetesen mindent meg kell tanulniuk, amit a rendőrök megtanulnak, hiszen ők is azok lesznek. Lesz egy alapkiképzés, ahol természetesen a fegyverhasználatot, az alakiságot, egyáltalán a rendőrségről tanulnak, és azt követően nyilván határrendészet, és egyébként azokat a szakmai tantárgyakat, amit minden kollégám elsajátított, hogy rendőr lehessen. Itt egyébként különösen aktuális ez a kérdés, hiszen Barcs a migrációs válság egyik érintett települése volt. Országszerte, hogyha létszámot nézünk, mert erről ugye a kezdetben esett szó, országszerte 3000 fő, hát ez nem egy kis létszám. Milyen eszközökkel próbálja meg a rendőrség hirdetni ezt a programot, túl azon, hogy most éppen itt van nálunk? Így van, a hagyományos toborzási módszerek mellett úgy, mint megjelenünk különböző rendezvényeken, vagy esetleg mi szervezünk különböző nyílt napokat, a rendőrség megjelent a Facebookon, határvadászképzés
címmel található, ami egyébként interaktív, tehát kérdés-válasz formájában lehet kommunikálni. Megjelentünk a Twitteren is, az ugye egyoldalú kommunikáció, a polisz.hu rendőrségi honlapon is lehet látni és olvasni erről a képzésről, ahol egyébként a jelentkezési egységcsomag tájékoztató is letölthető, de itt szeretném azért felhívni minden érdeklődő figyelmét, hogy Somogy megye bármelyik rendőri szervénél szeretettel várjuk, és mindenkinek megadjuk a szükséges tájékoztatást, sőt, egységcsomagokkal várjuk, kinyomtatott egységcsomagokkal, tehát még ezen se kell aggódni annak, akinek esetleg nincs lehetősége arra, hogy nyomtasson, felmásoljon, szkeneljen. Nagyon szívesen segítünk mindenkinek ebben. Magyarul valaki most azt mondja, hogy hoppá, engem ez érdekel, szeretnék jelentkezni, akkor beslatjuk a Barcsi rendőrkapitányságra, és akkor kér egy ilyen egységcsomagot? Ez egész pontosan így van. Sőt, még a kollégáim abban is segítenek, hogy hogy kell kitölteni, mik a feltételei, mik kellenek hozzá, azoknak a beszerzésébe, adott esetben fénymásolásába, mindenkinek állunk rendelkezésére. Ugye ravaszt kérdés, mert sokan az elején, amikor megjelent az egész terv, hogy lesz egy ilyen akció, és hogy hatalmas toborzásba kezd a magyar rendőrség, föltették a kérdést, hogy hát valaki attól, hogy leérettségizett, nem lesz rendőr. Hogyha összeadjuk ezeket a képzéseket, amiket részt kell venniük ahhoz, hogy ők valóban munkába állhassanak abban a minőségben, ahogy egy rendőr dolgozik, akkor ez nem egy kis képzési idő. Az első 6 hónap után fognak egyébként munkába állni, a képzés többi részét majd munka mellett fogják elvégezni. Tehát ott még nincs vége? Ott még nincs vége. Ott még nincs vége, viszont 6 hónap után már munkába fog állni. Mire számítson a jelentkező? Jelentkezik, nyilván megfelel, optimális esetben megfelel a kritériumoknak és az alkalmassági vizsgákon is. Átesik, azt mondják, hogy megkaphatja, illetve hogy akkor megkezdheti a képzést. Az első naptól kezdve munkabért fog kapni? Igen. Jelentkezik, átesik a felvételi eljáráson, amit egyébként Somogy megyében fogunk végrehajtani, tehát még nagyon messze se kell utaznia ahhoz, hogy ezen túl legyen. Tehát megfelel orvosilag, pszichológiailag, fizikailag, átesik egy pályaalkalmassági beszélgetésen, és ha mindezeken megfelel, és természetesen azoknak az objektív feltételeknek is, ami a pályázati felhívásban szerepel, akkor mi ezt az egész komplett jelentkezési csomagját a készenléti rendőrségnek fogjuk továbbítani, és az első kontingensünk november 2-án, 2016. november 2-án meg is kezdheti a képzését, munkavállalóként 150 ezer forint bruttó munkabérért. Most ugye meg is kezdheti. Nyilvánvalóan ez nem egy olyan pálya, hogy akkor azt mondom, hogy na én csak a sarokig vagyok hajlandó menni, és majd én dirigálok, hogy hol fogok dolgozni. Tehát ezt azért mindenki gondolom kalkulálja bele, hogy nyilvánvalóan ott lesz majd az adott esetben a munkavégzés helye, ahová kötelesség szólítja. Nyilván biztos vagyok bent, hogy határvadászokat keresünk, tehát... Nem a Balatonparton. Egy biztos, hogy a magyar államhatár valamelyik szakaszán fog szolgálatot teljesíteni, és feltételezhetően azon a szakaszon, ahol a legnagyobb lesz a migrációs nyomás, és a legnagyobb szükség lesz rájuk. Milyen egyébként eddig a visszajelzés, a visszacsatolás? Tudom, még csak néhány napos tapasztalatán rendelkezés, amikor mi most beszélgetünk, de érdekli-e egyáltalán az embereket ez a lehetőség? Igen, egy hete toborzunk, egész pontosan egy hete kezdtük meg a toborzásunkat. Nagy számú érdeklődő volt, nagyon nagy. És ezt a pszichikai alkalmasságot, ezt hogy kell érteni? Egy tesztet kell kitölteni a kollégának, és egy egyéni elbeszélgetésen vesz részt a pszichológussal. Nyilván, tehát feltételezem, hogy ezért kell egy épp lelkület ahhoz, hogy valaki tudja végezni a rendőri munkát. Van-e bármiféle kötelem, hogy mennyi embert kell toborozni? Ez a 3000, ez országos szintű, vagy pedig ahol jelentkeznek többen, amelyik térségben, amelyik megyében, akkor ott azt továbbítják, és majd eldöntik, hogy hol mennyi határvadászt fognak felvenni. Országosan 3000 fő. Az az elvárás, azt szeretnénk elérni. Nincs megyénként leosztva, hogy mennyit kell toborozni. Én úgy gondolom, hogy mindannyian a magyar rendőrség tagjai vagyunk, mindannyian a magyar rendőrségnek toborzunk, leendő kollégákat,
És a lehető legnagyobb számban szeretnénk ezt a feladatot teljesíteni. Bízunk benne, hogy sokan fognak jelentkezni, ha valaki most friss érettségivel gondolkodik, mert nem vették fel sehova, akár ő is mehet. Akár ő is, igen. Igen, ha minden feltételnek megfelel, őt is szeretettel várjuk. Bízunk benne, hogy minél többen fognak jelentkezni, és természetesen a folyamányról, az adatokról majd, hogy mennyire volt sikeres ez a toborzás, folyamatosan be fogunk számolni. Balaskó Anikó, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget. Júliusban elhalasztották, szeptemberben azonban bepótolták. Ugyan kevesebb fellépővel, ám változatlan színvonallal tartottak falunapot Somogytarnócán, a hét végén, ahol természetesen a sport és a szórakozás is kiemelt szerepet kapott. Vendégeket vár a Somogytarnócai faluház előtti egyelőre még üres tér, javában zajlanak az előkészületek, hiszen babgulyás, marhapörkölt, sült kolbász és lángos is készül, így garantált, hogy senki sem marad éhesen. Szombaton egésznapos programokkal várta a falu és a környék lakóit, júliusban a rossz időjárási körülmények miatt elhalasztott, s most hétvégén megtartott Somogytarnócai falunap, ami ugyan kevesebb fellépőt tartogatott, de mindez az esemény színvonalából nem volt le semmit. Júliushoz képest végül is lett változás. Júliusban ugye sajnáltuk, hogy a mazsoret csoport csupán 2 vagy 3 fővel tudott volna részt venni, ugye a nyári szabadságolások, nyaralások, elfoglaltságok miatt. Most ők teljes létszáma jönnek, picik, nagyok, tehát ezzel gyakorlatilag egy színvonal emelkedést értünk, hiszen hát egy Európa-bajnok csapatról beszélünk, tehát egy nagyon színvonalas kis falunapi programot fognak adni. Sajnos azok a betét programok, amelyek nem sztár vendég, nem nagy csapatok, ezek eltűntek, ugyanis a másfél hónapos időtartam tulajdonképpen nem volt elég ahhoz, hogy olyan csapatokat találjanak, akik szabadok a mai napon. Lett volna Csokonyából egy latin tánc csoportunk júliusban, sajnos ők ma fellépés sem vannak, tehát ők nem tudtak eljönni. Asszonykórusunk lett volna júliusban, ők azt hiszem, hogy kiránduláson vannak a mai napon, tehát ők sem tudnak jönni. Tulajdonképpen ez a mínusz, ami történt. A plusz pedig, hogy Lipics Barna és szerelme, barátnője, nem tudom pontosan, fel fognak lépni egy operett műsorral az egész program végén, tehát egy órás operett műsort fognak adni. Én azt gondolom, hogy ez egy megint egy színvonal emelkedést jelent, hiszen a Budapesti Operett Színház tagjai jönnek el hozzánk szórakoztatni bennünket. Illetve a mazsorett és az operett között Sláger Tibó lesz a sztárvendég, ő lett volna júliusban is. Nem sokkal 8 óra után már nagy a nyüzsgés a focipályán, ami nem véletlen, hiszen kispályás labdarúgó tornával kezdődött a falunapi programsorozat. A szervezők zenés ébresztővel arról is gondoskodtak, hogy az egész falu korán kezdje a napot. A lakosok örültek, integettek az ablakból, nézését meg a járását ugye mindenki tudja, gyerekek énekeltek, örültek neki. Tehát egy másféleképpen oldottuk meg, ugyanis már a fuvós társulat se jött össze, és ezért ugye megpróbáltuk azért mégis, hogy legyen valami hangfallal, agregátorral, erősítővel, de én úgy gondolom, hogy jól sikerült. 2004 óta minden egyes falunap sportrendezvényel, javarészt kispályás labdarúgással indul. Már tavaly is az akkor elhunyt közel 30 évet a Szatellit FC-nél edzősködő Bolhói Ferenc emlékére rendeztek tornát, idén is az ő emlékére az edző nevét viselő emléktornát tartottak. Júliusban 13 csapat jelentkezett a felnőtt kategóriába, illetve az idei évben van egy új színfoltja ennek a dolognak, a picik, a 12 év alattiak. Ők nagyon lelkesen jelentkeztek, és hát ugye mi támogattuk ezt az ötletet, és így most akkor négy pici csapat is részt fog venni a tornán. Sajnos elindultak a bajnokságok, tehát az országos, megyei, járási, nem tudom, bajnokságok.
és ez egy picit keresztbe tesz a mai programnak, tehát ilyen szempontból a szeptember nem jó, mert ugye máshol sportolnak a fiatalok. A felnőttek között így most vagy 5 vagy 6 indulónk lesz, illetve hát ugye 4 picit, tehát gyakorlatilag a létszám úgy, ahogy meg lesz, de mégse úgy, ahogy szerettük volna. A 12 évnél fiatalabb csapatok között az Üvöltő Farkasok csapata is felsorakozott, Soma még csak 10 éves, de elmondása szerint már 3 éve focizik, hiszen ez a kedvenc sportja. A fiúk ebben a formációban még nem játszottak, de nagy reményekkel vágtak neki a mérkőzésnek. Őt Nagy Zalánnak, Lantos Zotyának, Kis Milánnak és Niklai Péternek. És mi a csapatotok neve? Hát ez volt a legnehezebb kérdés. Igazából volt egy csapattársunk, aki kitalált nekünk egy nevet, de elment egy másik csapatba. És az lett a nevünk, hogy Ordító Farkasok vagy, nem tudom, valami ilyesmi. Üvöltő. A meleg nyári időről a szervezők gondoskodtak, és arról is, hogy mindenki jól érezze magát. Ez bizonyítja, hogy idén is hajnali 2 óráig tartott a falunapi mulatság, most a település lakói egy kicsit megpihennek, de decemberben adventi ünnepségre várják a kicsi, de rendkívül összetartó tarnócai közösséget. Már percekkel az előadás kezdet előtt nem is lehetett szabad helyet találni a Móricz Zsigmond Művelődési Központban, a moziteremben, hiszen több százan voltak kíváncsiak Szabó Györgyre, vagyis a népi gyógyászat és a gyógynövények legfőbb ismerőjének, azaz a bükki füves embernek a tapasztalataira. Az Egészségügyi Világszervezet 1978-ban jelentette ki a népi gyógyítás hátrányos megkülönböztetésének semmisé tételét, addig mindez kuruzslásnak számított. Idézte fel Teltházas Balcsi előadásán a bükki füves ember, vagyis Szabó György, aki az országban egyedüliként magyar örökségdíjat kapott a népi gyógyítási tudása elismeréseként. Tudását nagymamájától szerezte, aki mellett 8 éven át tanulta a gyógynövényekről. Édesanyám elmondta, hogy 4 éves koromban átmásztam a kerítésen, felakadtam a szöges dróton, a város szélén van a szüleimnek a háza, húgom lakik ott, de soha nem mentem be a városba, hanem mindig kimentem a természetbe, és a nagyanyám azért választott engem, mikor beköltözött hozzánk, mert anyuka elmondta neki ezt, hogy csavarok folyton ez a fiú, de sosem megy be a városba, hanem mindig kimegy a természetbe. Mindig találtam ott érdekességet, mindig találtam szép dolgot, most is. Még most is találok. A bükki füves ember hangsúlyozta, a gyógyítás eddig is az orvosok dolga volt, ezután is az lesz, de alternatívaként most már lehet használni a népi gyógyítási módszereket. A Bükkszentkereszten élő Gyuri bácsi több mint 100 gyógynövényt ismer és használ is. Számos olyan gyógynövényekből készült teája van, amellyel komoly betegségeket lehet megelőzni és gyógyítani is. Mindenképpen kellene egy pár olyan gyógynövény, amit meg lehet találni, ha meg kellene legyen minden háztartásban. Mindenképpen kellene a sok gyulladásgátló között valamelyik. Mondjuk egy nátha tea, mondjuk lehetne egy bodzavirág, lehetne egy kamilla, lehet esetleg egy házsfavirág, mindenképpen kellene egy immunerősítő, egy kakukkfűtea, és azon kívül pedig jó lenne minden családnál, ha lenne olyan tea, ami segít méregteleníteni bennünket, tehát ilyen például a gyermekláncfű, vagy az aranyveszőfű, a gyermekláncfű a májat tisztítja ki rendesen, ő az egyik méregtelenítőnk, aranyveszőfű a májat is, és a vesét is tisztítja. 88 éves, de legalább 20-30 évet letagadhatna korából. Közel a 90-hez is folyamatosan járja az országot, és tart teltházas előadásokat és tanácsadásokat. Közel 600 megtett kilométer után sincs jele fáradtságnak Gyuri bácsin. A hosszú, egészséges élet titka meglátása szerint nem is olyan bonyolult. Gyerekkoromtól rászoktam a gyógyteákra. Ez az egyik, az biztos, hogy az is benne van. De a legalapvetőbb talán az, hogy a génjeim is jók, mert most már az idén lesz az öcsém a 4 testvér közül, ugye 4-en vagyunk, ő a legfiatalabb, az idén lesz 80 éves. A 2 húgom már 80-an túl van, én meg már 80-80 is túl vagyok. Tehát ez mindenképpen nagyon jó, nagyon jó helyen lakom. Tehát olyan helyen, ahol erdő között élek, és nagyon jó a levegő, tiszta a levegő.
és azon kívül hát szeretem a gyógynövényeket tejában is. A nem sokára beköszönő hideg őszi-téli időszak meghűlései ellen elmondása szerint valamelyik mentát kellene használni megelőzésképpen. Nekünk van egy különleges mentánk, egyébként 150 mentaféle van a világon. A melyinket úgy hívják, hogy fürtös menta. Ezt a mentát, akik télen használták, gyerekek már 3 éves kortól lehet használni, nem kapnak el semmit. Tehát egész télen védettséget biztosít nekik, de felnőtteknek is nagyon-nagyon jó. Én magam is használom, de lehet használni a borsmentát is, az is egy nagyon jó fertőtlenítő tea, lehet használni a kakukkfüvet, az is egy nagyon jó fertőtlenítő tea. Ez mindenképpen megelőzésképpen jó lenne. Gyuri bácsi úgy látja, hogy a fiatalabb generáció is egyre nyitottabb a népi gyógyítás iránt. Több általános iskolában is megfordult már, és mint mondja, rájöttek a fiatalok arra, hogy az egészséget megőrizni sokkal jobb, mint a betegséget meggyógyítani. A szeptember 17-ei, azaz most szombati határfutással kapcsolatos főbb teendőket, tudnivalókat egyeztették a horvát és a barcsi felek az elmúlt héten. A Verőce-Barcs közti határfutás szombaton ünnepli 25 éves jubileumát, és ezt színes kísérő programokkal is ünneplik. Horvát és magyar zászlók az asztalon, jó hangulatú társalgás az egyik helyi étterem kistermében. A szombati 25. határfutás kapcsán tartottak megbeszélést a barcsi és a verőcei szervezők. Kiderült az is, honnan indult a határfutás története. Míg korábban Barcs és Verőce labdarúgói folyamatosan tartották a kapcsolatot egymással, felmerült, hogy jó lenne, ha valamilyen másik mozgásformában is egymásra találna a két testvérváros. Kezdeti szervezés után 1989-ben sikerült megrendezni első alkalommal. Barcsra futottunk a szabadidő központba, és oda sportpályán volt a cél, úgyhogy nagy örömömre szolgált, hogy sikerült megrendezni. Hát volt egy kis törés utána, 91-92-93-ban a akkori jugoszláv háború miatt elhalasztottuk, bár ők biztattak bennünket, hogy a futást meg tudjuk rendezni. De hát elsősorban a biztonság volt a fő célunk, és ezért nem rendeztük meg. A hosszú évek alatt afrikai és romániai résztvevő is megfordult már az eseményen. Az útvonal módosulása miatt a távok az idők folyamán többször változtak. Körülbelül 6 éve már a 21,3 kilométeres félmaratonra vállalkozhatnak a résztvevők. Az idei évben pedig arra törekszünk, hogy azok a versenyzők, akik a legtöbbször indultak már, azoknak egy kis emléktárgyat is fogunk átadni. Hát itt Mártonka Ferit szeretném megemlíteni a barcsiak közül, aki nagyon sokszor futott, de Szücs Miklós bácsi Nagyatádról, aki 22-szer futott már, és most a 23-ra készül. Idén a Verőcei Boracpályáról indulnak a futók szombat délután 2 órakor, a Barcsi Rekreációs Központnál lesz a cél, a 25 éves jubileumot pedig gulyáspartival ünneplik majd a szervezők és a nevezők közösen. A horvát féllel egyébként mindig is korrekt sportkapcsolatot sikerült kialakítani, elég csak a Barcs Virovitica kerékpár túrára gondolni. Egyre nagyobb jelentősége van ennek a nemzetközi futóversenynek az utóbbi években. Minden verseny végső soron nagyon izgalmas és jól szervezett, meg vagyunk tehát elégedve vele. Egész Horvátországból érkeznek majd futóink, így Zágrából, Riekából, Karlovácból és még Split is képviselteti magát. Mi szervezők úgy érezzük, hogy a futók ezen a nemzetközi futáson nagyon jól érzik magukat, és a verseny körülményei is igen kellemesek, mondhatni családias a hangulat. Nálunk is lesz legidősebb futó, ő Drágák Kozák, aki 79 esztendős, a kisebb távon pedig 5,5 éves lesz a legfiatalabb horvát versenyző. Ebben az évben több barcsi szponzor is támogatja az eseményt, segítségükkel ajándéktárgyakat és pólókat is tudnak biztosítani a szervezők a versenyzőknek. És ugyan a szombati nap csúcspontja a határfutás, illetve a rövidebb 5,8 kilométeres táv megtételére is vállalkozhatnak a kevésbé edzettek, bekapcsolódva ezzel a két város sportéletébe, nem csak ezzel várják a sportolókat. Csatlakoztunk az Európai Sporthéthez és az Autómentes Sport programhoz is, mint minden évben most már az elmúlt években, és ennek megfelelően 9 órától, tehát 17-én szombaton 9 órától
Barcs területén egy kerékpártúrán veszünk részt, körbejárjuk a várost. Ez egy ilyen 6,5 kilométeres táv. Szeretném, hogyha azok, akik a verőcélre is eljöttek velünk, és azok, akik szeretnek kerékpározni, azok jöjjenek el, és akkor tekerjünk egyet, cajgázunk egyet, és lényeg az, hogy kicsit jobban megismerik a várost, illetve kicsit sportolunk, és 10 órától pedig a Futabarcs rekreációs futást rendezzük, a rekreációs oldalkapujától, tulajdonképpen itt az Ifjúság utca, Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca vonatkozásában, ez mindössze 1 kilométer. Az a célunk, hogy húzzon fel mindenki tornacipőt, vagy sportcipőt, ha tud futni, ha tud kocogni, akár sétálni, és korosztálytól függetlenül. Nagyon szeretnénk, hogyha teljes családok lennének, tehát ebbe beletartozik anya, apa, kisgyerek, kisfiú, kislány, és a nagymama természetesen, és a nagypapát is várjuk ide. Tehát szeretnénk egy igazi sportnapot, és legyünk büszkék arra, hogy csatlakoztunk az Európai Sport Héthez. És mint ahogy a sportreferens is fogalmazott, ha egy közösséghez tartozunk, akkor meg is kell mutatnunk ezt az összetartozásunkat, és hogyha mindez a sporton keresztül történik, akkor még az egészséges életmódért is tettünk valamit. Ennyi fért a heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Újra termel a Barcsi Malom, a gépeket és a patinás épület belsejét is korhű állapotban őrizte meg a tulajdonos cég. Idén jubileumi határfutás rajtol szombaton, az indulás verőcélről lesz, a befutókat Barcson köszöntik a megye egyik legrégebbi futóversenyén. Füvek csodái Barcson, a bükki füvesember közel 100 gyógynövényt ismer és használ, erről is kérdezhették őt az érdeklődők. Kiből lehet határvadász, mekkora a fizetés és milyen a kiképzés? Balaskó Anikó rendőralezredest faggattuk a részletekről. 12 éve síppal kezdődnek a falunapi programok Somogytarnócán. Az ősznyitón is sokan mozogtak, de a táncos lábúaknak is bőven akadt program. Idén is ingyenes a HPV elleni védőoltás a diáklányoknak, a szülőket azonban arra kérik, hogy a szakemberektől tájékozódjanak, mert sok a félrevezető információ az interneten. Hírük, információjuk, ötletük van, amit másokkal is megosztanának? Hívják a Barcs Média szerkesztőségét, mondom elérhetőségeinket, 70-es, 639-1027 elektronikus levelet is írhatnak nekünk az info@barcsmedia.hu elektronikus levélcímre, de megtalálhatnak minket a Facebookon is. További szép napot kívánok, egy hét múlva is számítok a figyelmükre. Viszontlátásra!